Az ingatlan piacot befolyásoló tényezők lehetnek az infláció, a kamatok alakulása, a lokális munkahelyek száma, az építőipari anyagok árainak alakulása és az adott területen a fejlesztések. Tolna vármegye ingatlan piacának alakulásáról kérdeztük a szakértőt. Ezek az országos cikkek, illetve statisztikák, amik kikerülnek, ezek annyiban mások és nem meghatározóak a mi megyénkben, mert Más nálunk a vevőréteg. Tehát uh, még egy nagyobb város Budapest, Székesfehérvár, Győr, Kecskemét, őket meghatározza a gazdasági erejük, illetve ők egy keresett város, uh, ezért ott, a, a, főleg a, ott, ott jelen vannak a befektetők, amik nálunk csak kismértékben. Például, illetve Tolna megye egy elvándorló megye. Tehát mi fogyó megye vagyunk, és uh, nem is tudnék mondani olyan települést talán, ahol ez nem igaz, maximum stagnál. És ez nagyon meghatározza a, a keresletet, és onnantól kezdve... Uh, a piaci árat a kereslet határozza meg. A régió szinten kiadott statisztikai adatokat nem vehetjük figyelembe, mert torsz képet mutatnak, Sebestyén Szabolcs szerint. Országos viszonylatban ö, alapvetően olcsók vagyunk, de a megyén belül is eléggé nagy a, kiú, ö, nagy a, szórás, és hogyha most a legolcsóbbat összehasonlítanám a legdrágábbal, a legdrágább ugye a paks, a legolcsóbb ez a Simon tornya környéke, akkor egy kettes szorzó van közte. Azt is elmondta a szakértő, hogy követtük az országos áremelkedést, amely jellemző lesz a 2024-es évre is. Egy panel lakás még mindig fele annyiba kerül Szexárdon, mint Budapesten. Egyértelműen fölfele. Egyértelműen fölfele. Most két dolgot emelnék ki. Az egyik az a falusi csok. Tehát nálunk jóval olcsóbbak voltak az ingatlanok például, mint a falusi csoknak a, maximum elérhető, visszanemtérítendő támogatási összege, de viszont senkinek nem volt érdeke, hogy ennél olcsóban kerüljön eladás egy ingatlan és innentől kezdve 5 milliónál kezdődött minden. Mondjuk a falusi csokra alkalmas ingatlanoknál. Ebből kiemelni egyébként Júlia Major. Tehát ott, igen ilyen 2-3 milliós ingatlanok voltak, amint bejött a falusi csok, egyből 5 milliónál kezdődtek. A szexádi lakások árainak mozgató erejét a fiatalok, az idősek és a kis befektetőt képviselik. A vásárlók java része a hosszú keresgélés után arra vágyik, hogy megtalálja álmai otthonát, ahova csak költözni kell.